Hello friends, welcome to my channel. Most az indukcióról fogok beszélni egy keveset, mert látni azt már láttuk, hogy rengeteg alkalom volt, amikor felépítés szerint indukcióval bizonyítottunk formulákra dolgokat, elsőrendben is, ítéletkalkulusban is, és hát fölmerül a kérdés, hogy ezt mikor ér használni, mert elég powerful move-nak tűnik, mert néhány bizonyítás ilyen két-három soros lesz onnan kezdve, hogy bebizonyítjuk valamire, és aztán a kisebbekből a nagyobbakra meg azért igaz, és kész. Ugye láttunk ilyet a természetes számokra, ami ugye úgy kezdődött, hogy bebizonyítottak, hogy az állítás igaz a nullára, és abból kiindulva, hogy ha az n-re igaz, akkor az n plusz 1-re is igaz, ezt az implikációt, és ebből kijött, hogy az összes természetes számra igaz. Formulákra meg úgy használtuk, hogy megnéztük a változókra, hogy külön igaz-e ítéletkalkulusban, ugye összesen ez volt, ítéletváltozókra, és aztán megnéztük, hogyha a formulának a közvetlen részformulájára is igaz, mondjuk a negálásnál arra az egyre, a többinél meg arra a kettőre, akkor miért igaz a formulára, és ha ez a kettő lépés megvolt, megjön az alaplépés, meg az indukciós lépés, ahol használhattuk azt, hogy a részformulákra föltevés szerint igaz, akkor kijött, hogy hopp, akkor minden formulára igaz. Meg volt egy ilyen, amikor a Long-Boole függvények teljes rendszereit néztük, hogy ott volt egy ilyen példánk, hogyha a függvény azt tudja, hogy csupa nullát kap, és ilyeneket komponálunk össze, akkor az összetett függvény is, ha csupa nullát kap, akkor nullát fog visszaadni eredményként. Ezt nem pont így jelöltük. És ott is azt mondtuk, hogy jó, akkor ezek szerint minden kompozícióval előálló függvényre is igaz az állítás. De a módszer nem mindig működik, tehát ész nélkül használni indukciót mindenre azt azért nem lehet, ez nem az a kalapács, amivel minden szögnek szabad nézni, mert ha mondjuk be akarom bizonyítani azt, hogy minden nem negatív valós szám egész, ami nyilvánvalóan nem igaz, de ha indukcióval mennék neki, az eddigiek alapján az valahogy úgy néz neki, hogy azt mondja, a nem negatív valós számok, azok közül a nulla a legkisebb, a nulla az egész, szuper, akkor az alapeset az megvan. És akkor azt mondja, hogy mondjuk egy nem nullára, hanem egy nagyobb nulla valós számra, azt mondom, hogy ha minden nála kisebbre igaz, akkor például az R per 2-re is igaz, mert az indukciós föltevés szerint az R per 2 tehát egész, ugye ezt csináltuk mindig, hogy ha az összes kisebbre igaz, akkor ő rá is igaz lesz. Miért? Mert ha az összes kisebbre igaz, akkor például a felére is, és ha a fele egész száma, amit megszorzok 2-vel, az is egész. Done, tehát minden nem negatív valós szám egész. Hát ez baromság. Nyilvánvalóan nem így van, mert vannak olyan valós számok, amik nem annyira egészek, mint az egész számok, tehát nyilvánvalóan hibás. De vajon miért? Miért van az, hogy valós számokra nem ér indukciót használni? Hát ha megnézzük, hogy hogy is alakult ki egy indukciós bizonyítás, az úgy néz ki, hogy van nekünk objektumoknak egy halmaza, ezek volt, hogy a formulák voltak, amikor toltuk a felépítés szerinti indukciót, volt egy természetes számok, akkor éppen teljes indukciónak hívtuk, és ezekre akarok bebizonyítani valamit, hogy minden egyes objektumra igaz, számra, formulára, whatever. Vagy a másik opció ugye az, hogy nem bizonyítok dolgokat, hanem definiálok dolgokat, az is pont így nézett ki, hogy egy induktív definíció az is így kezdődik, hogy vannak az objektumaink, és van köztük egy reláció, ami azt mondja, hogy az egyik objektum egyszerűbb, mint a másik objektum. Körülbelül valahogy ezt fogja meg, hogy a számoknál a szám, a természetes szám, az n az egyszerűbb, mint az n plusz 1, kisebb, így is mondhatjuk, vagy amikor formulákra csináljuk ugyanezt, akkor a részformulák, a valódi részformulák azok, amik kisebbek, mint a egyszerűbbek. És ezek után, miután ezt megbeszéltük, hogy akkor mitől is lesz az egyik objektum egyszerűbb, mint a másik, ezek után annyit csinálunk csak, hogy először volt egy indukciós alapeset, akik ugye a legkisebb elemekre, akiknél nincsen kisebb igaz, azokra megmutatjuk. Ez az, ami az én teljes indukcióban úgy kezdődik, hogy a nullára igaz, formulákra úgy kezdődik, hogy az ítéletváltozókra igaz, ha mondjuk ítéletkalkulusba gondolkodunk. És ezek után az indukciós lépés, ugye ez az, ahol használjuk az indukciós föltevést, az az, hogy ha az összes x-nél kisebb elemre igaz, akkor x-re is. És akkor ezzel megmutattuk, aláhúzhatjuk kétszer, hogy tehát minden ábeli objektumra igaz az állítás, így nézett ki eddig az összes indukciós bizonyításunk.
Na, amiért működik számokra és amiért működik formulákra, az azért van, mert nincs ilyen végtelenül egyszerűsödő lánc. Ezt úgy hívják, hogy végtelen leszálló lánc, tehát hogy nincs benne olyan objektum, akinél van egy egyszerűbb objektum, akinél van egy egyszerűbb objektum, akinél van egy még egyszerűbb objektum, és ezt tudom csinálni végtelen sokáig. Ha nincs ilyen, tehát úgy definiáltuk az egyszerűbb relációt, hogy ilyen benne nincs. Ez ugye például azt jelenti, hogy nincsen benne kör sem, hogy körben lennének egyszerűbbek a dolgok egymásnál, mert ugye ha lenne benne kör, akkor azon a körön akárhányszor így végig lehetne iterálni, és az eredmény egy végetelen leszálló lánc lenne formailag egyre egyszerűbb dolgokból, ezért nyilván az egyszerűbb relációnál ezt is le kell tiltani. De ha ilyen nincs, nincs ilyen végtelen leszálló lánc, van egy ilyen tétel, egyébként az ilyen struktúrákat így hívják, hogy ha jól részben rendezés, ha a részben ugye azért van, mert nem feltétlenül kell bármelyik kettő között, hogy egyszerűbb legyen az egyik, mint a másik a formulákra, ugye nem mondunk ilyet, csak a részformulákra, a két nem részformula relációval nevő dolog nem összemérhető, azért partial nem kell hozzá, hogy trihotóm legyen, és a well order az jelenti azt, magyarul jó rendezés, hogy nincs benne leszálló végtelen lánc. És ha egy ilyen struktúrában csinálsz indukciót, azt úgy hívják, hogy jól megalapozott indukció, ha nincsen benne végtelen leszálló lánc, akkor ér használni. Tehát ha indukciós bizonyítást akarsz csinálni, először le kell ellenőrizd, hogy olyan definícióid vannak-e, most éppen olyan struktúrában dolgozol-e, ahol nincs végtelen leszálló lánc, mert ugye a valós számoknál van, ez a klasszik rendezéssel, amit megpróbáltunk az előbb használni, mert az 1-nél kisebb az 1-2, annál kisebb az 1-4, kisebb az 1-8, kisebb az 1-16, és így tovább, ez egy végtelen leszálló lánc a nem negatív valós számok fölött, ezért rájuk így ebben a formában nem ér indukciót használni, és ezért van az, visszalapozok, hogy itt az előbb kijött ez a bullshit, mert indukciót használtunk úgy, hogy nem lett volna szabad, mert egy olyan rendezését néztük a valós számoknak, amiben van végtelen leszálló lánc, és ott ez a bizonyítási módszer nem működik. De például a teljes indukció, az úgy néz ki, hogy az objektumok ugye a természetes számok, azokra bizonyítunk valamit, ez itt a reláció, ez egy fölfele szálló lánc, azzal nincs gond, az nem baj. Végtelen leszálló lánc nincs, és ezért rendben van, természetes számokra lehet jól megalapozott indukciót csinálni, és ott úgy hívják, hogy teljes indukció. Ha formula fölépítés szerint próbáljuk meg az indukciót végrehajtani, ott ugye az objektumok a formulák voltak, és egyik formula kisebb, mint a másik, egyszerűbb, mint a másik, mondjuk, ha közvetlen részformulája, és akkor ott volt az, hogy ha az összes kisebb formulára igaz, egy-egy kisebb formulára mindre igaz, akkor őre is igaz lesz. Ezeket az eseteket láttuk be sokszor, és ezt is azért csinálhatjuk, mert ebben sincs végtelen leszálló lánc. Ha el akarod gondolni, hogy miért, akkor például azért, mert ha van neked egy formulád, az valamilyen hosszú, akkor annak egy része, az már rövidebb lesz, és a hossz az egy természetes szám, az részformulája még rövidebb, de hát ugye, ha ezek tényleg egyre rövidülnek, akkor előbb-utóbb eljutsz egy olyan pontig, ahol már nem tudsz tovább rövidíteni a formuládon. Ezt mondhatjuk úgy is, hogy a formulákat így beágyaztuk a természetes számokba, ha mondjuk mindhez hozzárendük a hosszát, és ahol beágyazás, az csinál belőle egy ilyet, egy jó rendezést, amiről tudjuk, hogy abban nincs végtelen leszálló lánc, de nem mindig igaz az, hogy be lehet ágyazni természetes számokba. De ha így be lehet ágyazni, akkor egyértelműen látszik rajta, hogy ez egy olyan struktúra, amiben ér teljes indukciót használni. És egyébként, amit úgy hívnak, hogy algebrai adattípus, az pont ezt jelenti, hogy alapkomponensekből fölépítünk véges objektumokat valami képzési szabályok szerint. Most ilyen például az is, amikor termeket építünk, építkezünk főfelé, és függvényeket használhatunk rajta. Megvannak a képzési szabályaink, és azt mondjuk, hogy ami ebből véges sok lépésben fölépíthető, az mind ilyen objektum, ami meg nem, az nem. Rengeteg ilyet definiáltunk, és a felépítése szerinti indukció az működik az összes ilyen algebrai adattípusra. Az se baj, ha az alapkomponensekből végtelen sok van, mert mondjuk, hogy a változóból is végtelen sok van, de az nem baj, mert náluk egyszerű formulák már pedig nincsenek. Meg ugye, ha emlékszünk például a rezolúciók helyességi bizonyítására, ott is ugyanezt történt, ott close-okat rendeztünk, az szerint, hogy egy adott levezetésbe ez a close előbb kerül rá a listára, mint ez a close, de az megint egy olyan történet, hogy be lehetett ágyazni, a hanyadikként kerül rá a close a listára, függvény az ugye egy természetes számot csinált belőlük,
és abba sincsen végtelen leszálló lánc, tehát ott is ért emiatt az indukciót használni. Na, ez az egy a tanulság, hogy az indukció egy remek fegyver, csak meg kell nézni, hogy éppen szabad-e használni ott, ahol használni akarod. Legközelebb megint a logikával folytatjuk. Sziasztok!